Az elmúlt években nagyon sok vajdasági fiatal próbált szerencsét külföldön a jobb megélhetés reményében. De szerencsére újabban egyre többen próbálnak meg szülőföldjükön boldogulni. Egy kisgyermekes fiatalasszony mérnöki diplomával a zsebében például egy nagyon testhez álló vállalkozásba kezdett. Babaruhákat készít, Mimó Mutyó néven. Nagyon boldog az Adán élő Varga Lívia, hiszen végre megölelhetik kisunokáját. A Németországban dolgozó fia és kis családja a járvány miatt ugyanis másfél évig nem tudott hazajönni. Két unokája, lányának a kislánya Janka és az egyéves Léna most együtt játszanak. A nagynéni Imola hasonló ruhácskát vart a két kisgyereknek. Ezt akkor vartuk, amikor tudtuk, hogy már jönni fognak haza, és akkor a Jankának is vartunk egy ilyen kis nyári gatyót, meg a Lénának is. Az Imola által vart ruháknál elsődleges szempont a kényelem. Janka szoknyácskája is hasonló módon készült. Ezzel például a szoknyákat itt lehet állítani, ezzel a passzéval, a derékpasszéval. Imola egy évvel ezelőtt kezdett Baba Holmit varni, a Mimó Motyó márkanév pedig gyerekkori becenevéből ered. Mimi, illetve Mimó, és akkor aztán innen jött a névválasztás is. A vidám mintás, bőrbarát, kényelmes viseletre pedig nagyon illik a Mimos Motyós elnevezés. Az eredetileg környezetmérnöknek készült fiatalasszony az egyetemet Újvidéken végezte el, a mesterképzést pedig Szegeden. Szakmájában Magyarországon egy vízügyi laboratóriumban kapott állást, de a szerelem és a családalapítás hazaszólította Adára. Megszületett a kislányom, és akkor ő indított el ezen az úton, hogy megszületett, és kerestem ugye az ő számára kényelmesebb ruhadarabokat. És akkor először én rendeltem egy ilyen gatyót, egy ilyen három méreten át viselhető nadrágot. Németországból úgy megtetszett, aztán mondom, hát lehet, ezt én is el tudnám készíteni. Egy jó varrógép és vidám környezetbarát anyagok vásárlásával indult el tavaly a Mimó Motyó babaruhák készítése. A kisbabáknak és kisgyermekeknek vart ruhácskákat Imola édesanyjával együtt álmodja meg. Lehajtjuk ugye a derékpasszét, a bokapasszét viszont ugye fölhajtjuk a kis lábukon, és akkor egész ilyen picike kis nadrágot kapunk, és ahogy nő a baba, akkor állítjuk ugye följebb. És hogyha beleszeretnek egy mintába, akkor nem az van, hogy ugye egy-két hét, és akkor aztán már újat kell venni, hanem egész akkor akár több hónapon, mert ugye itt a pici babák esetében nagyon gyorsan nőnek. A környezet és pénztárca barát babamotyók nem csak szépek, hanem ötletesek is. A családunk azért igyekszik, hogy a természetet ne rongáljuk, ne romboljuk. Imola sosem tudott volna ebbe a vállalkozásba belevágni, ha nem állna mögötte a család. Édesanyjával felváltva varnak, miközben a másik a kis Jankára vigyáz. A nagymama leginkább a szabásnál segítkezik. Közösen összedugjuk a fejünket, és akkor úgy alakítjuk ki. Ami leesik, azt pedig próbáljuk hasznosítani tovább, tehát zsebeket varrunk, vagy a kislányoknak hajpántot, vagy a hajgumira rászerkesztjük. A délvidéki Varga családban az asszonyok mindig vartak. Ezért Lívia nagyon örül annak, hogy leánya is végül ebben lát vállalkozási lehetőséget. A legnagyobb örömünkre elég szép visszhangja van már, függetlenül attól, hogy eléggé új keletű ez a kis házi vállalkozás. Sokan viszik ilyen babaköszöntőnek is, akik vendégségbe mennek, tehát babát látogatnak, illetve aki a kórházból a kis újszülöttet hozzák haza. Húga sikerén felbuzdulva Balázs is azon gondolkodik, hogy pár év múlva végleg haza költözik a családjával Németországból. Egyre jobban azt érezzük és azt tervezzük, hogy hazajövünk. Tehát ez lenne a tulajdonképpeni tervünk, azért is mentünk külföldre, hogy vegyünk itthon egy házat, és szerintem lehet itthon boldogulni, csak meg kell találni azokat az utakat, amik járhatóak. De hát egyre több út járható most már itt is, úgy vettem észre. A kis családi vállalkozás sikere az egész családnak szívügye. A reklámozásban, a fotók készítésében például Imola férje és húga segítkezik, ami sokat lendít a babaruha Mimó Motyó népszerűsítésében. De már új terveket szövegetnek, hamarosan beindítják az anya, lánya és apa-fia kollekciót.